A stúdióban köszöntöm Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. Kezdjük sokan, köszönöm szépen a meghívást. Csütörtök és péntek. Ez a két nap a héten úgy tűnik, hogy lehet, hogy forduló pont lesz ez Magyarország, a magyar kormány és Brüsszel történetében, mert most mintha egy kicsit más milyen lett volna a hangulat, mint korábban, a korábbi tanácsüléseken, ahol még lehet, hogy csak a folyosókon, de szóba került a bolykott kifejezés is. Semmiképpen sem szeretnék a kárőrvendés hibájába, vagy bűnébe, vagy csábításába esni, de azért két dolgot szeretnék felidézni. Az egyik az, hogy az elmúlt években unalomig hallgathattuk azokat a károgásokat, kritikákat, hogy kulturátában fogalmazzak, amelyek arról szóltak, hogy a magyar külpolitika elszigetelte. Magyarországot. Hát, hogyha az elszigetelés azt jelenti, hogy két napon keresztül Budapesten tanácskozik a nyugati világ, vagy legalábbis annak európai részének minden létező vezetője, a francia elnöktől a német kancelláron át, a NATO főtitkárán keresztül az Európai Bizottság elnökéig, akkor vállaljuk ezt a kritikát. Egy, kettő. Ugye a miniszterelnök úr nemrégiben Strasbourgban próbálta bemutatni a magyar elnökségi prioritásokat, amit aztán a liberális mainstream képviselői Manfred Weberrel, a legnagyobb, az egyik legnagyobb magyar gyűlölő politikussal az élükön egy cirkuszá irányítottak. Ebben a vitában Manfred Weber azt is mondta, hogy Budapest nem akar jönni senki. Most ehhez képest Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseményeit szerveztük két napon keresztül itt Budapesten. És azért is volt jelentősége ennek a tanácskozásnak, mert egy teljesen új valóságban kerültek ezek megrendezése. Tehát hogyha egy héttel korábban adnak rendezvút egymásnak az európai politikai vezetők Magyarországon, még egészen más környezetben, egészen más politikai, realitásban tették volna meg mindezt. Ugye a héten az Egyesült Államok elnökválasztásának végkimenetele egy teljesen új politikai realitást, egy új politikai valóságot, egy új politikai környezetet hozott létre. A helyzet az, hogy innentől kezdve az amerikai adminisztráció, az amerikai kormány, az amerikai elnök az eddigi háborúpárti álláspont képest egy homlok egyenest ellentétes békepárti megközelítést fog képviselni, ami pedig megkérdőjelezi, és a változás kényszere elé állítja azt a teljes körű kudarcot vallott európai stratégiát, amely a fegyverek szállítására, a fegyverek Oroszország, Oroszország területén történő bevetésére, még szankciós csomagok elfogadására és a háború továbbterjedésének kockázatának növelésére irányult. Most a, a, az európai politikai közösség csúcs találkozójának nyitóülésén hallhattunk olyan felszólásokat, amelyek egészen üdítő frissességgel vázolták, hogy mit kellene Európának tennie ebben az új valóságban, és hallhattunk olyan felszólásokat is, amelyek kiábrándító módon az elmúlt majdnem három év unalomig ismételt sikertelen kliséit ismételgették. A dolog szépség hibája csak annyi, hogy a frissességet, üdeszínfoltokat jelentő felszólásokat mind-mind nem Európai Uniós tagországok vezetői tették. Az Európai Uniós tagországok vezetőinek egy jó része pedig még mindig beleragadt abba a valóságba, ami már jóval a hátunk mögött van. Ezt én veszélyesnek gondolom, de hát a következő időszak politikai vitái Európában talán lehetőséget biztosítanak arra, hogy Európa is felismeri majd a saját helyét, a saját szükségleteit, a saját stratégiájának változására vonatkozó szükségletet. Igen, de mennyi idő kell ehhez? Mert hát ön is említi, hogy ugyanazok a hangok mondják ugyanazokat a mondatokat, miközben érzékelik, hmm valami megváltozott. Nézd, az látszik, hogy azok az európai politikusok, akik a főszereplői ennek a kudarcot vallott európai stratégiának igyekeznek minél inkább kitolni az őszinte szembenézés időszakát. És én értem is azt gondolom, hogy miért van ez. Szerintem ez azért van, mert ez a sikertelen európai háborúpárti stratégia nem csak elvi, filozófiai Alapon okozott károkat Európának, hanem olyan károkat okozott, amely károkat az emberek, a családok a mindennapi életük szintjén érzékelik. Az infláció, az energiárak elszabadulása, az élelmiszerárak égbeszökése, és még sok-sok ugye gazdasági következménye volt ennek az elfuserált európai háborúpárti stratégiának. És hogyha ha eljön az az időszak, amikor őszintén szembenézve mindezzel, ezek a politikusok, akik eddig ezt a káros, veszélyes stratégiát erőltették, most azt mondják, hogy nem ér a nevem káposzta a fejem, ugye, ahogy a gyerekvers mondja, hát akkor nem ezt kell hanem mást, akkor azért az európai emberek egy jelentős része szerintem fel fogja tenni azt a kérdést, hogy jó, de akkor mi a politikai következmény? Mi a következménye annak, ezekre a politikusokra nézve, hogy éveken keresztül egy károkozó stratégiát hajtottak végre. És szerintem ezzel a felelősségre vonással e nem akarnak szembesülni az európai politikai vezetők, vagy legalábbis Minél későbbre próbálják ezt elodázni, mert nyilvánvalóan a végletekig ez nem elodázható kérdés. Minden európai tanácsi ülés mm -hmm. után születik egy határozat. Ebben a, ezekben a határozatokban általában nagyon általános megfogalmazások szerepelnek. Ezt azzal magyarázzák, hogy hát mindenkinek el kell fogadni, nagyon nehéz olyan félmondatokat találni, amiben azért ott legyen a lényeg. De én nem hiszem, hogy a magyar kormány és a magyar elnökség megelégedne azzal, vagy még megelégedett volna azzal, hogy egy ilyen semmit mondó általánosságokban fogalmazó határozat szülessen. A helyzet az, hogy uh, itt uh egyhangúság uralkodik, tehát a döntéseket egyhangúsággal kell meghozni. Ezért nyilvánvalóan éles elhatárolódás az eddigi európai stratégiától nem volt várható a következtetések terén, mert azt mondjuk rajtunk és a szlovákokon kívül egyelőre egyik kormány sem nem támogatja nem érezni magát benne komfortosan. Ezért szerintem nekünk most az nagyon fontos, hogy a saját életünkre koncentráljunk inkább ebből a szempontból, hogy a Donald Trump győzelme nem csak a globális politikában jelent egy új realitást, hanem Magyarország életében is. És ezt én oly módon értem, hogy a magyar emberek és családok mindennapi életében érezhető hatása van az amerikai elnökválasztás végeredményének. Miért? Mert Donald Trump győzelme azt jelenti, hogy szansz van arra, jó szansz van arra, hogy a jövő év már vissza tudja hozni a békét Európának, Európa középső felének. És nyilvánvalóan a békében egészen más gazdasági lehetőségek nyílnak ki, mint egy háborús időszakban. A háborús időszak lekorlátozza a gazdasági lehetőségeket, mert védekezésre kell költeni, mert a fegyverekre kell költeni, mert a háború rossz közeget teremt, amely a gazdasági növekedést visszaveti, láthattuk az energiára emelkedését, inflációja, élmiszer emelkedés, stb. stb. míg a békeidőszak kinyitja a gazdasági növekedés lehetőséget. Tehát ezért is mi most egy olyan költségvetés fogunk tudni előterjeszteni, amely már erre a békeidőre reflektál. És ez a költségvetés nem kell, hogy újabb és újabb forrásokat a háborús környezet kihívásaira fordítson, hanem ezeket az összegeket fordíthatjuk az emberek minden nap életét jobbá tevő intézkedésekre, mint a családi adókedvezmény megduplázására, a kis- és közepes vállalkozások soha nem látott mértékű támogatására, a 13. havi nyugdíj megvédésére, a fizetések vásárlóértékének növelésére, hogy több dolgot lehessen venni az embereknek a fizetésére, és a lakhatás megfizethető mi voltára. Az amerikai elnökválasztás az elsőre egy globális politikai esemény, de utána azonnal a magyar emberek mindennapi életéig lecsordogáló hatással bír. És szerintem nekünk most erre kell koncentrálni. Persze az európai politikai vitákban is erőteljesen részt kell venni, de ott ugye több szereplő, több faktor van egyszerre, még a magunk dolga, az meg rajtunk múlik. Még egy kérdés. Ön azt mondja, hogy remény van arra, hogy a következő évre visszatér a béke Európába. Na de van másfajta fegyveres, másfajta konfliktus is, nem fegyveres, mondjuk kereskedelmi háború. Mondjuk Amerika és Európa, vagy Kína és Európa, Kína és Amerika között. Ezt hogyan lehet feloldani? Én azt javaslom, hogy induljunk ki abból, hogy a politika az egy tapasztalati műfaj, és voltak ilyen típusú konfliktusok 4-6-8 évvel ezelőtt is, amikor Donald Trumpnak hívták az Egyesült Államok elnökét. Tehát ezek nem új típusú fejlemények. A világgazdaság két legnagyobb, legerőteljesebb szereplője az Egyesült Államok és Kína. Egy nyilvánvaló, hogy a kettő között van egy versengés. Addig jó, amíg ez a verseny az egész globális gazdaság szempontjából inspiráló jellegű, és mondjuk nem alakul át olyan kereskedelmi háborúvá, ami aztán gazdasági hidegháborúhoz vagy blokkosodáshoz vezet, mert az nem jó. És én azt gondolom, hogy az elmúlt, az a négy esztendő, amikor Donald Trump eh, lakott a Fehérházban, az arra emlékeztet minket, hogy az akkori elnök a legnehezebb kérdéseket is tárgyalásokkal próbálta megoldani. Hát emlékezhetünk rá, nagyon biztató kereskedelmi tárgyalások zajlottak az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság kormányai között. És én megkockáztatom azt, hogy ha Donald Trump maradt volna az elnök 2020-ban, akkor ezt az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokat el tudta volna vinni egy olyan megállapodásig, ami korrekten rendezte volna a két ország kereskedelmi együttműködését, és a globális kereskedelem zavartalan mi volt. Tehát ugye itt vagyunk mi, Közép-Európában, egy közepes méretű szárazföld által körülzárt, hát természet, vagy az ásványkincsekben nem túlságosan bővelkedő országként, Nekünk nyilvánvalóan a külkereskedelem, a külgazdaság, az exportálás lehetősége, a külföldi beruházások bevonzása az egy kritikus fontosságú kérdés. És jól láthatóan mindkettőben, tehát az ideérkező beruházásokban és a magyar vállalatok exportpiacainak tekintetében is, mind Kína, mind az Egyesült Államok egyformán rendkívül fontos. Tehát, ha a mi szempontunkból nézzük ezt a kérdést, akkor nekünk az az érdekünk, hogy mind az Egyesült Államokkal, mind Kínával a lehető legjobb megállapodásokat tudjuk, és amennyire én gondolom, az Egyesült Államoknak és Kínának is az érdeke, hogy egymással is a legjobb megállapodást kössék meg, hogy abból mindketten a lehető legtöbbet profitálhassák. És hogyha ez a, és ez a szempont kerekedik felül, már pedig szerintem ez fog, akkor, akkor én itt, itt kifejezetten biztatóan látom a világgazdaság és a világkereskedelem jövőjét is. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.